A szombat reggel nem volt átlagos Tompán, városnapot ünnepeltek. A délelőttöt a Tompa Araton elnevezésű maratonfutással indították, ahol 3 kilométert futottak le. A barátaim is futottak, és akkor szerettem volna futni, hogy tudjam, hogy lebírom elfutni, és hogy mennyit tudok csinálni. A nagy hőség ellenére szépen teljesítettek a futók. A művelődési háztól rajtoltak, és oda is érkeztek vissza. Célba éréskor hideg vízzel és csokoládéval várták őket. Kicsit nehéz, nagyon meleg van, és azért jöttem, mert én rendszeresen futok, és gondoltam, hogy indulok itt is Tompán. Ezt követően a helyi művelődési ház épületébe látogattak el, mivel most nem csak a város, hanem a posta fennállását is megünnepelték. Működésének 110. évfordulójára helytörténeti kiállítást szerveztek, amelyre sokan eljöttek, sokan kíváncsiak voltak. Kíváncsi voltam a régi dolgokra. Nagyon szerettem volna már megismerni azt az embert, aki nagyon régen alapította ezt a postát, és most megláttam. A megnyitón többek között felszólalt Tompa polgármestere V. László, valamint a Magyar Posta Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóságának vezetője Rácz Tamásné is. Politikójuk készítjük a hivatalos leveleket a lakosságnak. De bármelyik termékenket nézzük, egyikre se lehetne ráismerni, hogyha visszamennénk a gyökerekhez. Változott a postának a technológiája is, remélem nem megyek túlságosan bele abba, amit szeretném mondani. A technológiák meg olyan mértékben, hogy amikor én kezdtem a postát, postás kollégák tudják, mert azért ülnek itt közel velem, vagy még engem megelőzően kezdők is, hogy mi, amikor elkezdtük a blankettákat kitölteni, vagy a dokumentációt kitölteni, csak tintaceruzával lehetett. És a tintaceruzát nem volt szabad megnyalni. Ez volt az első ukász, amit én, mint postás kaptam, hogy a tintaceruza nem arra való kis jányom, hogy megnyaljad, hanem az arra való, hogy tartós. Az, amit leírsz vele, évek, évtizedek múlva is majd olvasható lesz. Na most ehhez képest mit csinálunk? Számítógépet kezelünk. A műsort óvodások és általános iskolások tették színesebbé. A Tompai Bokréta önkormányzati óvoda napraforgó csoportja a gyermekjátékokat és táncokat adott elő. Az olyan jó buli, meg olyan jó ötlet lenne a szövünknek, hogy csak na. A csemeték már 2 hete lelkesen készülnek a fellépésre. 14 kisgyermek szerepelt a műsorban. Nagyon nagy öröm velük dolgozni, nagyon kemény munka az ő részükről egy ilyen kis táncfűzért megtanulni. Éppen ezért az egész évben tanult anyagból válogattunk, és erre az alkalomra állítottuk össze ezt a kis összeállítást, ezt a kis táncfűzért. Minden kisgyereknek öröm a tánc, de mivel különbözőek a képességek, a mozgáskoordinációk, a figyelem, a monotónia tűrés, ezért különbözőek, de azért úgy próbáltuk úgy tenni dolgunkat, hogy mindenkinek ez egy öröm legyen.
Rajtuk kívül fuvolások, szavalók és szólógitárosok is bemutatkoztak. Az egyik tanuló gitáron a Titanic című film betétdalát is eljátszotta. Tompa 1572-től Szabadkához tartozott, akkor még Tompa pusztának hívták. Önálló története a trianoni békeszerződést követően vette kezdetét. Ezt is feltüntették az egyrészt postatörténeti, másrészt történelmi és helyi kiállításon, amelyet a postások állítottak össze a tompaiaknak. A tompai postáról a kiállításnak az anyaga a beszédes. Én azt mondom, hogy arról ne így kommunikáljunk, hanem inkább jöjjenek el a tompaiak, és aki kíváncsi, azt nézze meg. Ugye végig lehet kísérni a tompai postának a történetét, a létezését, ugye 110 éve hozták létre, attól kezdve még a vezetői kör, meg a postás kollégáknak a felsorolás is megtalálható, sőt képi anyagok is vannak a kiállításban. Városnap megrendezése nem volt egyszerű, az önkormányzat is kivette a részét belőle. Sok-sok segítséggel, művelési ház és az önkormányzat dolgozónak segítségével szerveztük meg ezt a mai napot. A program rengeteg lesz, mert ugye a harmadik alkalommal ünnepeljük a városnapját. Július első hétvégén a szokásos programok, borudvar, mézelőkas, helyi termelők kiállítása és egészségház, este koncertek. V. László, Tompa polgármestere azt mondja, Tompa város gazdasága stabil, köszönhetően a nagy foglalkoztatottságnak. A fő terület az továbbra is a mezőgazdaság. A foglalkoztatást van 3-4 nagyon nagy foglalkoztató, kezdjük a határ felül, ugye eleve a határátkelő, és a vám is a határőrség, most már rendőrség. A Szent Anna templom mellett a régi kastélyban található pszichiátriai betegotthon, megint csak egy kis térség szinten is nagy foglalkoztatónak mondható, és itt bent a településen természetesen az önkormányzat és az intézményei azok, amelyek az a foglalkoztató, akit felszívja a település munkaerő piacát. Sejhaj, vigyunk rája, úgyis elnel a sínszája, ott lesz, fáradt testünk csend.
való, nem csizmára enni való, a szép asszony arra való, éjfél után fordítva jó sejha. Vigyünk rája, úgyis elnyel, has én szája, ott lesz, fáradt testünk csendes hazája. De sejha, vigyünk rája, úgyis elnyel, has én szája, ott lesz. A délutáni programokra is alaposan felkészültek, sokan elhozták régi, vagy működőképes, vagy működőképtelen járművüket. Vigyázz, te is, Gabi bácsi, sejhaj! Vigyünk rája, úgyis elnyel, a sínszája ott lesz, fáradt testünk csendes hazája. E sejhaj, vigyünk rája, úgyis elnyel, a sínszája ott lesz, fáradt testünk csendes hazája. Igenyes van. Karáj, raráj, raj, karáj, raráj, karáj, raráj, raj, karáj, raráj, karáj, raráj, raj, karáj, raráj, karáj, raráj, raj, karáj, raráj. Megkapáltuk szöleinket három ízbe is, nem sajnáltuk rá erőnket, de volt haszna is. Karáj, raráj, raj, karáj, raráj. A délelőtti maratont és kiállítás megnyitó délután szabadtéri programok követtek, többek között veterán motorok találkozóját is tartottak.